asztali tenisz, tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, ergométeres evezés. Csak néhány azok közül, amiket kipróbálhattak a hallgatók a sport délutánon. Ezek a sportágak mind választhatók. A Georgikonon 2 fél évben kell felvenni az egyetemistáknak a testnevelést. Felvettem a pingpongot, igazából meg hát a röplabdát, ez a kettő, amit én nagyon-nagyon szeretek, és szerencsére heti rendszerességgel van rá lehetőségem pinyózni is, meg röplabdázni is, úgyhogy igazából ennek nagyon örülök. Novák Miklós 2. fél éves, mindkét szemeszterben a dartsot vette fel. Nagyon szereti ezt a sportot, ami újdonság a kampusz kínálatában. Meglepően jó a felszereltsége az egyetemnek. Ez abból is látszik, ugye, hogy fél évente rendezünk ilyen sportnapokat, és ugye ki lehet próbálni mindenféle sportot, és ebből is látszik, hogy milyen felszerelt az egyetem, különböző sportokat lehet kipróbálni, olyanokat is, amiket például máshol nem. Ahogy a testnevelés órákon, úgy a sport délutánon is minél többféle mozgásformát kínáltak a szervezők. A Georgikonon nagy hangsúlyt fektetnek a lovaglásra. A ménes gazda szak mellett testnevelés órán, vagy akár kedvezményes hallgatói bérlet megváltásával is nyerekbe lehet pattanni. Összesen 14 sportágat kínál a testnevelési és sportközpont, mindegyiket képzett oktatók vezetik. A fő célunk itt elsősorban a tömegsport, tehát hogy megmozgassuk a hallgatókat. Természetesen a legjobbakat az egyetemi bajnokságokon, versenyeken indítjuk, akár csapat, akár egyéni sportágokban. Oda tart a célra, ez kifeszít. A sport délután egy 2 hetes program nyitánya. A Georgikon 225 éves jubileuma és a Mate 1 éves fennállása alkalmából szervezték meg az eseményt. Március elején például 225 perces labdarúgó tornát rendeznek, melyen hallgatók és tanárok mérkőznek.